segíteni? Rengeteg olyan mozdulatot látok, amit én elképzelni se tudnék, hogy meg tudnék valaha is csinálni. Hogyan tudtok ti olyan feladatokat csinálni, amikor egészen egyszerűen úgy mozgatjátok a kezeteket, amiket egy normál ember nem is tudna? Tehát úgy lementek spárgába, mint a fene. Hát szerintem sok gyakorlás, illetve hogy ugye már tehát valamilyen szinten a rutin, mert kiskorunk óta csináljuk, és már betanultuk ezeket a dolgokat. És nem féltek attól, hogy esetleg egy versenyen elejtitek egymást? Itt nagyon nagy bizalom kell, nem? Egymás iránt, hogy most megbízol a másikba, hogy nem fogadok. Hát ezt versenyen előtt már megcsináltuk, vagy jó pár százszor, akár ezerszer is, úgyhogy versenyen azért ritkán fordul elő. Egy újfajta stílust hoztunk, legalábbis a magyar aerobikba, tehát dinamikus is volt, de voltak benne úgymond ilyen táncos részek is, és nyilván, hogy egy ilyen fiú-lány csapat volt, ezért különlegesebb is volt, és szerintem ebben hát voltunk jobbak. El is ejtettek, meg én is megrúgtam őket párszor, és ilyenkor tényleg nagyon rossz, mert nagyon sajnálom, de hát nem mindig látom, hogy hova ugrok. És nyilván nem szándékosan tettem, de attól még, hát mondjuk, hogy bocsi, de most már tudjuk, hogy ez nem direkt volt, és megyünk tovább, szóval. De azért annak van előnye is, hogy ilyen fittek vagytok, meg csinosak, nem? Ezt érzitek azért a visszajelzésekből? Hát nyilván jó kondit ad ez a sportág is, mint általában minden sport, de hát igen, szóval én nem adnám fel, meg nem cserélném le most már semmire. Mindkettőtök szüleinek van köze a tornához, meg a sporthoz, ők mennyire tudnak ilyenkor szakmai tanácsokat, vagy visszajelzéseket adni egy-egy versenyetek után? Nyilván azt mondják, hogy nagyon ügyes voltál, meg szépen csináltad, de az elemekhez úgy, mint egy bíró, vagy mint egy versenyző nem tudnak hozzászólni. Nem irigykednek rátok? Azért, mert hogy utaztok, utána a verseny után bulisztok, még meg is nyeritek a versenyt. Hát nyilván mindenki el szeretne utazni Brazíliába, vagy hogy mondjam így, nyaralni, csak néha azt nem fogják fel, hogy nálunk ez nem arról szól, hogy kifekszünk a partra és napozunk, hanem azért ott munka is van előtte, szóval egyrésztről irigykednek, de a másik de oldal... De nem csinálnak végig. De igen, szóval... Csapaton belül van szerelem? Hát ez egy érdekes kérdés. Igen, tehát ezek az arcok már mindent elárulnak. Tehát van, értem, köszönöm. Előfordult az előző csapatomban, amiben Panna is benne volt. Amikor csapatozunk, akkor már nem, de előtte majdnem egy évig együtt jártam az egyik lánnyal, és szóval előfordult, igen. Azt már elmondtátok a tévében is, hogy nézzetek rá a fiúknak a testalkatára, akkor nyilván azért megbeszéltek egymás között az öltözőben, vagy itt ott, hogy... Hát nem tudom, nekem az első szempont mindig az volt, hogy ne ejtsenek el. Nem ejtett ki el, járunk. De mi van akkor, hogyha valami reménytelen szerelem van, hogy mondjuk Pannának bejön a hunor, és akkor az nem jön össze. Ez nem okoz ugyanolyan feszültséget, hogy nincsen hát meg ugyanaz a veszély? Hát mert szólok, előfordul. Ja, ez most csak egy példa volt, de... Szerintem van egyfajta versenyző intelligencia, ami most meggátolja, hogy én ott fogom üldözni majd edzésen, hogy úristen, vagy az edzőnek. Vagy igen. Szóval, hát nem tudom, szerintem ez emberfüggő, de szerintem ilyen szintű versenyző már nem fogja azt csinálni.